Nagy tisztelettel üdvözöllek benneteket, tartsatok velünk, nézzétek meg a Nissan Qashqai-unkat, amit nektek kínálunk megvételre. Egy 2008-as darabot nézzégetünk meg, amiben egy 1.5-ös DCI motor van, ami 106 lóerős. Ez egy nagyon jó kis alacsony fogyasztású nyomatékos dízelmotor, ami, ha belenézünk itt a motortérbe, akkor látjuk, hogy mennyire szépen így rendben van, és nagyon egészségesen szépen is dolgozik benne a moci. Vannak itt olajcserék 2014, úgy láttam, igen, 145 ezernél, itt is találtam benne 14-es, ha minden igaz. Szóval van egy csomó jó dolog benne, amit meg tudtok nézegetni, meg tudtok hallgatni, van szervizkönyve az autónak, két darab eredeti gyári kulcsa, egy jó kis robosztus szerkentyű, aki szeretne egy olyan autót, amivel esetleg rosszabb utakon is simán elközlekedik, illetve szereti a biztonságot, hiszen ez egy mégiscsak ez egy nagy darab vas, tehát hogyha bármi baj történne, akkor azért védve vagyunk előről, hátulról, oldalról, meg egy kicsit magasabban ülünk ugye az átlag autós pozíciótól, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy biztonságosabb szerkezet, mert hogy ugye még légzsákokból is van előoldalt és függöny légzsák benne. Tehát itt vannak tartozékok, amit a gazdája benne hagyott, köszönjük szépen neki is. Van vonóhorog is rajta, ha valaki szeretne húzni maga után valami kis utánfutót a telekre, mert hogy azt is lehet ezzel, hibátlan gyönyörű a belseje, nincs megkofa, én azt gondolom, hogy valami autópályás autó volt, mert nincsen elkoptatva benne a sok kibeszállástól ugye az ülés. Ezt elmondhatjuk innen ugye az első üléséről is, hogy ez sincs elhasználva. Ablakok elektromosan, minden ablak elektromosan működik, van benne menetstabilizátor, ezt ki lehet kapcsolni, van benne tempomat, amit be tudtok kapcsolni, meg kikapcsolni, kormányról vezérelhető gyári zene van benne, keresnek te csatornákat, meg mit tudom én miket. Jó lenne, ha találnék egyet. Na. Csak egyet. Jó, így jó. Jó, tehát működik benne ez is. Amúgy CD-s, FM és AUX csatlakozó, Bluetooth is van hozzá. Két oldalra digitális automata klíma, 6-os váltott találtok itt, centrálzárat, pohártartót és könyöktámaszt találunk itt. És itt az AUX csatlakozó benne. Feri Peti és Concerto kollégám velünk vannak. Itt van egy szervizbejegyzés 2018. december, tehát konkrétan 2 évvel ezelőtt 145 ezer kilométernél. Én ezt elmondtam, azt hiszem, és azt is, hogy ugye 1.5-ös DC motor van benne, és 106 lovas. Feri Peti kollégám, Concerto, kapaszkodjatok, mert hogy el fogunk rajtolni ezzel a 161 ezer kilométeres autóval, úgyhogy mindenki kösse be magát, még én is. Egy pillanat. Így, ne, és akkor bekötöm, puty, most mindenki aludt, most a világításunk van bekapcsolva. Mindkét kulcsa megvan ugye, jó kis nyomogom, most centrálzáros. Megy le a nap, és most nem süt szembe. A napocska így nem lesz olyan fényes a felvételünk. Csendes, nyugodt járású a moci, és nagyon jó fogyasztásokkal büszkélkedik ez a DCI motor. Ez egy ilyen 5 és 6 liter közötti fogyasztással bír egy ilyen masina, ami azt gondolom a mai világban az egész kellemes, és mivel ilyen jó nagy kereke van, meg ugye itt fönnülünk, magas a hasmagassága is az autónak, ezért nagyobb huplikon, meg egyenletlen úton ez egy nagyon jó választás lehet. És aki hegyen lakik, az is elgondolkodhat rajta, hogy egy ilyen kis masinába belefektet, meg akinek van egy telke, mert akkor ugye olcsó pénzből le tudja húzni a kis kerti trakiát, a fűnyíróját, és tud vele ott szorgoskodni hétvégente, és nem kell sokat fizetni az üzemanyagért. 6 sebességes váltó, hát ezért is fogyaszt, gondolom, olyan kellemesen, és egy egész kis szakaszon látjátok, nem kell tiritolizni nagyon, negyediket is rendkívül könnyen lehet kezelni. Kuplung is könnyű, finom, finoman kezelhető. Itt jó benne ülni, nem? Tehát, hogy
lehet ezt élvezni hosszú távon, nem? Én azt gondolnám, ha lenne egy ilyenem, hát én nem nagyon örülnék egy ilyen kis masinának. Nekem nem ilyen van, alacsonyabb, meg ilyesmi, és úgyhogy sajnos abból nem látok ilyen jól ki. De hát ne siránykozza, gyertek el hozzánk, legyen a tiétek ki, ez a jó kis 160 ezer kilométert futott Nissan Qashqai 2008-ból, ezekkel jó kis extrák, amit itt találtok. Üdvözlöm mindenkit, az M3 Autópark, Feri, Peti és Concerto, ezt ne felejtsétek el, mert ezt nagyon köszönöm, ha nyomtak egy ilyet a végére. A viszontlátásra, sziasztok, legyetek jók!